Sziasztok, itt Ákos a Csicseri Macho. Ma egy nagyon finom, egészséges desszertet hoztam nektek. Aki esetleg most néz bennünket először, azoknak elmondom, hogy finom, vegán ételeket készítünk, méghozzá olyanokat, amit én is el tudok készíteni, akinek nincsen Michelin csillaga, de ott az én csillagom a kamera mögött, aki mindent tud. Egy picit még a könyveinkről is beszéljünk, sok-sok finom vegán ételt tudtok elkészíteni a könyveink segítségével, amíg nem vásároltátok meg, a részletek a videó alatti leírásban. És már itt is vagyunk, fel is vettem a műtős köppenyemet. A mai ételünkről még egy picit beszéljünk. Gluténmentes lesz, olajmentes lesz, hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Teljes értékű, és azt mondanom sem kell, hogy isteni. Néhány alapanyaggal dolgozunk mindösszesen, nézzük is, hogy mik azok. Hozzávalóink, tudjátok, az összes alapanyag és a felhasználandó mennyiségek a videó alatti leírásban is megtalálhatóak. Kezdjük a kölessel, mi most fagyasztott cseresznyét használunk, növényi tejet, eritritet, tudjátok, a téné szerint a sárga lámpás, datójapasztát is használhattok helyette, de akkor számítsatok rá, hogy egy picit el fogja színezni a desszertünket, egy csipetnyi só, vanília kivonat, és úti, fű, mag, héj, ez a kedvenc logopédiai gyakorlatom, de csak kimondtam, beszéljünk Saffi termékeiről is egy picit. Tudjátok, hogy Saffi webshopjában örökös és ingyenes VIP tagságot tudtok igényelni, a részletek a videó alatti leírásban, illetve a weboldalunkon. Első feladatunk, hogy jó alaposan öblítsük le a kölesünket folyóvízben, mármint nem a Dunában, meg nem is itt a Rákospatakban, hanem egyszerűen a csap alatt. Utána pedig meg fogjuk főzni a kölesünket, használni fogjuk a növényi tejünket, az eritritet, a sót és a vanília kivonatot is. Körülbelül 30 perc lesz az időigénye, alacsony fokozaton és fedő alatt főzzük. Jaj! Amíg a kölesünk fő, addig sem tétlenkedünk, kapcsoljuk be a sütőnket, állítsuk be 180 fokra, és mivel mi fagyasztott gyümölccsel dolgozunk, próbálunk nektek mutatni, méghozzá cseresznyével, ezért érdemes egy picit megmelegíteni, tegyetek alá egy pici vizet, hogy nehogy megégjen, ha pedig valami savanyúbb gyümölcsöt használtuk, akkor édesíthetitek is. Kölesünk megfőtt, és hagytuk is egy picit hűlni, attól lett ilyen szép kemény, tehát otthon ti se ijedjetek meg, ha először egy picit puhábbnak vagy nedvesebbnek tűnik, egy picit türelem, és ilyen szép kemény állagúvá válik. Nincs más dolgunk hátra, mint az úti fűmaghéjat is hozzáadni, és jó alaposan megpróbálom elkeverni. Jó alaposan elkevertem, és ilyenkor még érdemes megkóstolnotok, hogy elég édes-e. Nem, nagyon finom. Na, a következő feladatunk pedig, hogy keressünk egy sütőformát, mindegy, hogy milyen alakú lehet, katicabogár is, csak ne hőre lágyuló műanyag legyen, és szépen kibéláljuk sütőpapírral, és most jön a fontos információ, a köles mennyiségünk felét tegyük be az aljára, szépen simítsuk el, ha egy kicsit időhiányban szenvedünk, vagy nincs kedvünk ezzel pepecselni, akkor simán a gyümölcsöt is hozzákeverhetjük, és úgy is beletehetjük a formánkba az egészet. Következő feladatunk, hogy a felmelegített gyümölcsünket szűrjük le. Jó, ez nagyon fontos. És a levét se öntsétek ki véletlenül sem, mert arra még szükségünk lesz. És amikor ez megtörtént, utána szépen a köles rétegünk közepére potyogtassuk oda a gyümölcs darabkáinkat, a gyümölcseinket. Megoldottuk, szerintem nagyon szépen megoldottuk ezt a feladatot is. Jó, hagyjunk egy párat díszítésnek, vagy bizonyítéknak, hogy ez van valóban benne. Jó, és a következő feladatunk, hogy szépen a következő kölesréteget rátesszük, illetve szépen elsimítjuk. Ezzel megvagyunk, nincs is más dolgunk, mint hogy betegyük a sütőbe, körülbelül 30-35 perc lesz, mire szép aranybarnára fog sülni a teteje. Köles süteményünk meg is sült, és nagyon hasznos tanácsokat fogok remélem elmondani ismét, hogyha egy picit már megkeményedett, vegyük ki a formából, jó, hagyjuk hűlni először a konyhapulton, aztán pedig a hűtőbe, tehát ez egy pár órát igénybe fog venni, és látjátok, mi már annyit csaltunk, hogy ez már a hűtési folyamaton túl van, és ilyen jó kis kemény lett, és gyönyörű, szép, elegáns, márványosnak is nevezhetném, már így is fogyasztható esetleg lekvárral, de mi most azért adunk egy kis csavart ebbe, vagy hozzáadunk egy kis finomságot, méghozzá egy cashew szósz, vagy öntett formájában.
Öntetünk hozzávalói, kesudió beáztatva és utána szépen lecsöpögtetve, egy kis vanília kivonat, illetve erítrítés, amiről beszéltem, ugye a cseresznyénk levét nem dobtuk el, az elkészítése pedig nagyon-nagyon egyszerű, szépen beleteszünk mindent, és egy késes aprítóval össze fogjuk dolgozni, illetve darálni. Süteményünket megfordítottuk és rátettük egy ilyen szép tára. A bizarr külső ne zavarjon meg senkit, mondjuk, hogy artisztikus a megjelenése. A következő feladatunk, hogy az immáron elkészült szószunk, illetve öntetünkkel szépen be fogjuk borítani. Süteményünket bevakoltuk, és egy picit meg is díszítettük. Egyébként csokoládét is olvaszthattok rá, illetve kókuszcsipszel is díszíthetitek. Egy picit ugrottunk az időbe, és hagyd dicsekedjek, hogy ilyen szép lett, gyakorlatilag egy tortá szépségével felér, és nézzétek, milyen szépen szeletelhető, és milyen gyönyörűen látszik, ahogy elválik a gyümölcsétek. Most pedig játszunk egy picit, tudjátok, a kinézi a videó végét játékunk következik, a mai kód pedig a következő. Mit használ a vegán Szabó? Gombástűt. Gombástű, ez a mai kódunk. Ezt is megcsináltuk, nagyon ügyesek voltunk, egyébként vendégvárásra, uzsonnára, vagy bármire fogyaszthatjuk, és egyébként ajánlom is a fogyasztását, mert nagyon-nagyon finom. Hogyha esetleg diétázunk, akkor ezt a kesú öntetet el is hagyhatjuk. Én köszönöm, hogy ma is együtt voltunk, beindult a kórus is, és tudjátok a harangot bejelölni az értesítésekhez, és a köszönömöt a videó alá, hogyha tetszett. Vigyázzatok magatokra, és egyetek jól, mert tudtok. Sziasztok!